És aztán a végén az volt, hogy egy évet használtam, amikor megvettem, ez két évig volt nálam ez a motor, egy évet használtam, igen. És egyszer csak megszorult a blokkja. Itt valahol Szentendre hatájára, azzal húztuk meg minden, blokk föl Géza bácsékhoz, hajtókaros lett, 100 000 volt hozzá egy hajtókar. Ami megint egy ilyen szint, hogy oké, már ugye 2006-ot, 7-et írunk, de azért én tanári fizetésként kaptam a 80 000 forintomat, és akkor egy 100 000-es hajtókar, azért az ilyen, tudod, jó, mit csináljunk, nincs, nem volt utángyártott ehhez semmi, ez azért nem egy, akkor még utángyártó cégek sem nagyon voltak szerintem ennyire ráállva ezek a dolgokra. Volt, de ehhez nem volt. Ez nyári volt, majdnem 100 000 forint volt, úgyhogy hajtókar felújítás lett a vége. Ugye ez a kiköszörülik a hajtókarnak a alsó futófelületét, beleraknak azt hiszem egy duzzasztott csapszeget, alsót, és akkor kijebb nyomja azt hiszem a tűgörgőket, és akkor gyakorlatilag egy új futófelületen, egy picit megtolt cuccal, valahogy így csinálják, vagy persézik, az Isten sem tudja, mit csinálnak vele. Lényeg az, hogy szintén Gézabelyik csináltak, mondták, hogy hát általában egy évet szoktuk elmenni ezek a motorok. Egy darab évet? Egy darab évet. De ugye ezt évben nehéz kifejezni, igen, gondolom ők ezt úgy mondták, hogy egy versenyző egy évet tud leversenyezni, és utána eltelt egy év, és akkor úgy voltam vele, hogy már minden ez szar, meg most már el is telt az egy év, mondom, akkor ezt el kell adni. Igen. És eladtam fillére, kérrel adtam 300 000 forintért. Tehát akkor nem úgy adtad el, hogy ez egy hibátlan motor? Megvírt, hát nem, meg mert az árat nyomott áron adtam el, mondtam, elmondtam mindent, hogy ez igen. Van, nem tudom, hogy meddig fog elmenni. Elvitték, mert jó volt az ár, nagyon kevés volt akkor a rendszámos ilyen 6-20-as KTM, valahova Mátrába vitték el, remélem, hogy sokáig tudták használni. És utána jött, hogy én már néztem, hogy mi legyen az utódjának, és a KTM boltban ugye láttam, a KTM-es budapestesekkel sokan jöttek már az RFS blokkos KTM-ekkel, és akkor úgy döntöttem, hogy igazából nekem meg ilyen kell. Elkezdtem dúrni a hirdetéseket, akkor már volt internet, azt hiszem. Igen, volt internet, akkor már lehetett internetes. De betárcsázósan. Nem, már akkor szerintem nem betárcsázós volt, de akkor már volt képes motor, vagy valami ilyen motoros ilyen fórum, ahol lehetett nézni az eladó motorokat, és akkor néztem az 525-ös KTM-eket, és végül is aztán nem egy 525-öset vettem, illetve egy 525-öset vettem, de nem egy X-t, hanem egy érdekes motort, ami egyébként a KTM Budapestben már láttam is olyat, itt feszítek éppen vele, ahogy megvettem. Itt már hasonlít az önmagadra. Itt kezdek egy kicsit hasonlítani talán önmagamra. Ez végül is egy gyári tuning cross motor. Ez egy 450-es SX Steve Ramon Edition, ami azt jelenti, hogy az előző évben ez a Steve Ramon nevű csávó egy ilyen Beto ilyen KTM-mel versenyzett. Egyébként azt hiszem, hogy nem KTM-es, de abban az évben, egy évben versenyt azt hiszem KTM-mel. Ez egy 2005-ös motor, de már a lapos fekete mázas, mert itt a cross motorban mindig ugye, meg a tuningba kiadták már előre, már 2006-os fekete vázas lapos. Ez az utolsó előtti RFS blokkos váz, Mart villabefogóval, állítható fokolással, full Akropovics titán kipufogóval, ugye ebben titán szerepek is voltak. Ebben a csávó, aki ezt megvette előttem, aki újonnan vette ezt a motort, belerakta az 5.-6. sebességet, rávették, ez négy sebességes vagy gyárilag a crossmotorok négy sebességes vagy. Megvette bele az 5.-6. vagy 1-es-6. Nem tudom, hogy van. De lehet, hogy egy sebességes, nem tudom. De mindegy, 6 sebességes átalakította a váltót. Vett rá önindító szettet, mindent rádobott a figura, és vizsgáztatta. Tehát rendszeres volt ez a motor is. Hát ezt akkor a csávó 2005-ben azt hiszem, valami, ezt mindezt kiszámoltuk, valami 2.200.000 volt az alapára ennek az SX-nek. Aha. És akkor ez még majdnem 500 000 forintnyi plusz, ami rajta volt. Tehát 2007-ben volt ez a motor neki, ami akkor rengeteg pénz volt. Akkor igazából most is lehet venni egy ilyen új motor. Igen, de képzeld el, hogy 2005-ben valaki 2.700.000 megvette, de ez akkor úgy mondták ott, hogy ez amúgy egy ékszeres doboz. Igen. Ez minden, ami akkor tuning, fekete felni, minden, ami létezett rajta volt, és valóban egy nagyon jó motor volt.
utált RFS blokk, mert ugye a japánok, az motorosok, azok nem sokra becsülték ezt az RFS blokkot. Egy zajos blokk volt, ez titán szelepes volt, 450-es, veszeték mód ment. Eszméletlen dolog volt. Endurozni most így utólag, meg már aztán később itt rájövögettem, hogy endurozni úgy nem volt jó. Alul ugye fulladékony volt, mert ez is a SX az más szelepelésű, más összenyitási szögekkel, más vezérléssel, pici lentkerékkel. Valami, de ezt mikor ezt vettem, én még mindig nem tudtam. Nem is tudtuk, hogy van különböző, hogy az SX meg a, az nem, mindegyik. Nem próbálgattátok egymás motorját? Hogy... Ezekkel nem jöttünk ott rá. De annyit tudtam róla, hogy ez kurva jól megy. Mentem ilyennel a Ricsinek volt ott a KTM Budapestesnek pont ugyanilyen. Ráültem, veszett, jó ment, jó nézett, ki jó volt a hangja. Kicsit kemény volt a futóműve, jó volt a futóműve, amúgy akkoriban ez nem volt rossz, bár szerintem akkoriban egyébként egy japán az verte ezt a futóművet. Most az ennyiből kiindulva sem álltam kintzelni. Tehát nem volt ez a csúcs futómű, mint ahogy ezt hype-olták, úgyhogy akkor ez KTM, de már akkor is volt KTM, itt alakult ki a KTM fanság. Itt lettek igazi KTM. De ezt a Göbi is mondta nekünk, hogy a KTM-nek a hírnevét, meg ugye az egész milliót azért az RFS az nagyon durva megalapozta. Meg. Ezzel folytattam az endurozást, ezzel aztán már tényleg mindenféle utat bejártam, fölmentem én a legkeményebb hard enduros helyeken is, nem volt vele könnyű az élet, fulladékony volt, nem is tudtam, hogy ez baj-e vagy nem, élveztem, akkor jártam crosshozni, crosspályára, ott a bánya mellett mi van? Solymeri crosspályán gyakoroltam vele az ugratókat, ott segítettek már ott a helyi crossosok. És akkoriban a kis ürömi csapatunkkal jártunk igazi egész napos endúlozást, tehát itt arról szólt egy hét, hogy hétközben egy nap motorozás, egy teljes dél után, és hétvégén egy egész nap. Tehát ez már a 620-as KTM-től kezdve úgy volt, hogy heti két motorozás. De volt olyan nyáron, hogy azon nevettünk, hogy 11 napot volt, hogy 11 napot minden nap motoroztam egymás után. Volt, hogy csak két órát, de volt, hogy egész nap. 11 napig minden nap ültem a motoron órákat. Itt azért sokat fejlődtünk, egymást húztuk, valaki megmutatott, így gyere föl, fölmegyünk. Ezekkel a motorokkal másztuk meg először a Csobánkai nagybányának a nagy falait. Amit a bal oldalát, vagy ugye az ámblok az egész? A barnát például. Az a bal oldal, igen. Annak az aljában volt egyébként egy ilyen bukkanó, és először nem lehetett csak egyesbe rámenni. Arra még van is videónk, nem? Igen, és ez a korszak, így van. Mert a mászók a team, mászók a videókba, már van videó rólad ezzel a kártyával, lehet, hogy majd bevágunk ide egyet-kettőt. Ja, igen, és raktunk is ki már egy ilyen hülyeskedés összeállítást. Fóti bányából. Itt ment az internet, igen. Meg az interneten való videónézés. Sportmotor nevű ilyen motoros oldal, mai napig is létezik. Közösség. Akkor még YouTube-ot nem tudtuk, hogy van, vagy nem volt. Volt, de hogy... Itt Magyarországon nem tudtunk róla. Annyira újdonság volt még szerintem. És akkor oda tettük föl, mindenki tette föl a kis motoros videóit, ilyen kis kézi kis kamerával, egy centedés rác, nagyon jó fej, motoros cimboránk vágta meg a videókat, ő informatikus volt, és baromi jó videókat készített, sok eséssel, sok hülyéskedéssel. Szóval ezzel a motorral szerepelek ezeken a videókon, ezzel a motorral aztán már később indultam királyválasztón is, az első ilyen versenyem az a királyválasztó volt. Zoli bácsi a háttérben. Igen, itt a Zoli bácsi a háttérben menti. Az RM100. Igen, a Lacival csinálják itt a dolgot, valami elakadás volt, és én meg itt, hogy biztassam őket, hogy próbálják meg újra, egy keréken megyek fel ezen a fejön. Milyen kedves. Ez is megvan azon a videón, hogy tök jó végig tudtam egy kereken. De egészet itt már azért sok mindent begyakoroltam, ezzel a motorral lehetett mindent csinálni, ez egy nagyon jó motor volt, és ezen nagyon sokat gyakoroltam mindenféle trükköt, egykereket, ugratást, dolgot, de még itt sem volt semmi, senki nem tanította ezeket, hanem egyszer magunktól, itt már egymást tűnünk volt, valaki megcsinált valamit, fölment valami giga helyen, akkor és más is fel kellett menni, és ez nagyon jó játék volt, nagyon fejlesztő hatású volt. De visszatérve, egyébként ilyen nagy túrákat mentünk, itt éppen valami Fóti vasútállomáson keltünk át, kezdődött, akkor nem nyomtuk azért így keresztbe kasul rendesen a dolgokat. Ugye mentek fel az ugratások, porolások a crosspályákon, téli motorozás, ez talán a legvége. Aha. Ezután adtam el egyébként a motor, erre emlékszem is erre a
ez a bágerbe van. De ezzel a motorra volt egy motorfelújítási kalandod is, nem? Hát ezzel sok, elég sok problémája volt ennek a motornak. Az elsőt azt én csináltam. Elmentem úgy arra a királyválasztó versenyre, hogy így a légszűrőt azt csak olyan kicsit olajoztam be. Igen, pont egy Piris Csevi királyválasztó. Nem Piris Csevi volt ott, hol volt? Igen, ez Kózsnál volt. Igen, legalább az is ami jó homokos pár. Hát egymás motorján mentek át az emberek, akkor a por volt. És annyi port megetettem a motorra, hogy konkrétan a végén megállt, mert a karburátorban eldugultak a fúvókák. Azért állt meg. Hideg rázott ki. Tugik meg mindenhol, tugik meg porral az egész motor. Hát saját kárán tanul az ember, mondják, én sajnos ilyen vagyok. Ezt mondjuk én is eljátszottam hasonlóképp, csak én ezt egy 120-as DT-val, csak titánszelepek meg társaim. Figyelj, legyetek őszinték magatokkal, szerintem minden ötödik motoros ember egyszer ezt megcsinálja a motorjával, hogy megeteti, és utána kezdje el komolyan venni ezeket a dolgokat. Figyelj, a Crocetkámon nem is emlékszem, milyen légszűrő volt. Lehet, hogy nem volt rajta. Egyedül motoroztam, üzemórában baromi keveset, mert mindig szerelni kellett, nem lehetett vele sokat menni. Hát de például én is 17 évesen vettem meg a 120-as DT-met, és vettem bele új légszűrőt, mert gondos gazda, hogy veszek új légszűrőt, hogy megvettem, de azt nekem senki nem mondta, hogy olajozni kell. Én az autóba indultam ki, hogy legyen benne rajta légszűrő, és akkor kész. És én azt nem fújkáltam, nem csináltam semmit, úgyhogy rá egy évre nekem is motorfelújítás lett a történet. Úgyhogy... Igen, ugye most akik itt nézik, most lehet, hogy csóválják a fejüket. Most én, amikor régen ugye motoroztam, ugye nem volt internet, meg nem volt az, most valaki benne van a Hard Enduro csoportban, mondjuk 3 éve, az már 4 videót látott, hogy most ki a légszűrőt, hogy csinál, meg nem volt semmi. Szájhagyomány után terlettek ezek a dolgok, aztán persze, aki egyesületbe járt, vagy volt edzője, vagy klubja volt, vagy klubba járt komoly helyre, az voltak ilyen szerencsések. Azok ezekről tudtak, de mi, akik ilyen magányos farkasok voltunk, azok egymástól kérdezgettük, hogy... Igen, tehát nekem is a családban senki nem motorozott, én kezdtem el, senki nem tudott semmit erről az egészről. És te is egyedül motoroztál. És én is egyedül motoroztam egy ideig, úgyhogy... Jó, motorfelújítás lett, titánszelep helyett, elment a szívószelep, az kupa lett, a titánszelepek, a kibufogók jók voltak, ment bele acélszelep szívónak, és... dugattyú csere és henger csere. Tehát hengert is cserélni kellett? Igen, hengert is cseréltünk. Az valahonnan volt valami felújított, vagy nem tudom, az elég jól... De hát figyelj, itt ilyen 3 kilókról beszélünk. Akartam mondani, azért ez már nem az a... Tehát mi 300 000 forintok voltak. Én ezt a motort 1,5 millió forintért vettem. 3 évesen azt hiszem. Kevés kilométerrel. Ahhoz képest már egyébként a 300 nem olyan vészes, ott hát, már arányában annyi, mint az első motorokhoz a hajtókar volt, csak maga. Tehát sok pénz volt, de azért már itt azért ki tudtuk valahogy fizetni, mondjuk nem volt könnyű. Nem esett jól azért valójában. Rohadtul nem esett jól, igen. De felújítottam, aztán később hajtókaros lett, akkor az volt, akkor megint föl kellett újítani nem sokkal rá. Tehát igazából én elég rosszul fogtam ki ezt a dolgot, akkor hajtókart is kellett volna benne cserélni, de a fene se tudta ezt. Ugye legyen olcsó, meg nem tudom, szóval itt mondom mindenkinek, ha egyszer egy motorblokk szét van borítva, nem lehet összerakni úgy. Kellett 2-es alkatrész benne, hogy megszívod vele, én is megszívom, azóta mindenkinek mondom, hogy figyelj, szét van szedve, csere minden. Igen. Vagy neszed szét, használd addig, míg föl nem robban. És akkor utána csak azt szétszedem, majd eldöntöm, hogy jó-e vagy nem, pedig még, nem, szóval minden. Összetett feladat ennek az időzítése, hogyha nem az üzemórákat számolok. Nekem nem volt rajta üzemóra, amire imádtam ezt a motort, jó volt. Egyszer a gyújtás része volt még rossz. Uh-huh. Végül is aztán eladtam, mert párhuzamosan nem mellett, mert megvettem a gazveszomat, mert akkor már nagyon mentek mellette a két üteműek. És ott láttam, hogy az azért egész másképp lehet egy két üteművel motorozni, mint egy üteművel. Megtehettem, hogy ezek mind hitelre vettem ezeket a motorokat, tehát ezeket nem fizettem ki, beíteleztem, akkor még a svájci frank nem emelkedett annyira, hogy ilyen vészesen horror legyen, és vettem mellé a gazgázt, és ezt pedig eladtam. Eladtam, még maradt is bőle 100 000 forintom, amúgy rettentő sokba került maga a motor azért a folyamatos hitelfizetéssel, a felújítással. Itt jöttem rá, hogyha ha kiszámolod, egyébként ha te naponta 40 000-ért bérlesz egy motort, vagy bérletem a motort, jó formán ugyanide jöttem volna ki,
csak nem, a birtoklás nem lett volna meg, hogy nekem otthon van a garázsomban, de tuti, hogy 30-40 ezer forintra is kijött volna per napi bérlésbe egy ilyen motor. És itt mondom, hogy amikor bérelsz motort, és kifizetsz ezt a 30-45 napra, hogy ez nem sok fasz. Amortizációt, fenntartást, az esetleges ilyen szívásokat, hogy valamivel, valami, vagy csak magától letérdel, mert egy hibás alkatrész van, mennem, ezeket mind-mind kifizetgeted. Ha nincs szerencsét, simán megéri még a akár ilyen horror áron bérelni is motort, csak ott maga a birtoklás, meg érte kell menni, meg hozni, ez ugye nehézkesre teszi, de drága buli volt ez az időszak. És akkor itt megvolt már a gazgasz mellette, és elkezdtem azzal a gazgaszozást. Ezt pedig eladtam, amikor ennek a legkevesebb ára volt. Mikor máskor adnám el, 550 ezer forintért adtam el. Szerintem soha ennyiért... Rendszámos... Se, 650-én nem tudom, eddig hirdettem, akkor volt egyébként a legtöbb bedőlt hitel már. Akkor a gazdasági válság? A válság volt, akkor eladhatatlanná vált az egész, mindenhol állt, hirdettem, senki nem akarta megvenni ezt. Végén ilyen, valaki beajánlott ezt az 550-et, vigyen. Most meg mennyit érne? Tehát most érne egyet vagy? Egyet, igen. Tehát, én csak rosszkor veszek és rosszkor adok el motort, az én kereskedői vénem az a -2 szinten mozog sajnos. És utána jött ez a gazgasztos korszak. A gazgasztal már nyomtuk ugye a kvázi hard endurót, már mentünk egyre jobban olyan helyekre, hogy kínlódás órákig egy 100 méteres patakmederbe, vagy sziklás részen, a bányának a leghorrorabb falait is megmásztuk. És elkezdtünk esetleg akadályokat is gyakorolni, és ilyen volt például ez a verseny, amiről már raktam ki képet, ahol itt éppen ugratunk a prológián a Regiment 13 versenynek, akkor már Erdélyben már híre volt, hogy jó versenyek vannak, és én is kimentem erre az első Regiment versenyre. Ez a múltkor kikerestük, hogy azt hiszem 2012-ben volt? Valami 10-11. 12-ben volt ez az első Regiment verseny, ahol már a gazgasszal elég jól felvértezve a különböző terepakadályok leküzdésére indultam. Itt van, ugye a rajtnál volt a nagyugró, itt volt egy kanyar, és ez pedig a befutónál a farönk, amit... És ez, amit mondtam, hogy ilyenkor még igazából farönközni nem gyakoroltam. Igen. Sok farönkön átmentem már az életemben, például hogy tudtam, hogy előtte jól le kell lassítani, azt úgy kell rajta átmenni, hogy legyen rajta gáz. De ennek ellenére is úgy feldobta a hátulját, hogy nem lett túl csörös. Az egyik magyar srác, aki velünk jött, annak ezen a rönkön eltört a csukójába egy csont, tenyerébe valami kézközi csont. Úgy neki ment ennek a izének, nem esett el, és utána legyomta a két nap versenyt, hogy törött izé. Volt is baj, nem is gipszelték, mert neki egy csomó ideig meg bedogat, meg minden. Kemény gyerek volt, szerintem tudja, hogy kiről beszélek. Ilyen volt, akkor a regiment, aznek a prológia az nem a városban volt, hanem kint volt itt egy tónál, nagyon közel ahhoz a épülethez, ahol ilyen maga a nevezés volt, és egy nagyon komoly, extrém enduro pályát raktak össze a prológnak. Meglepően nagy farönkökkel, nagy akadályokkal, mai szemben mérve azért még mindig szellősre rakott pálya volt, 2 perc, 20 másodperc alatt mentünk rajta végig körülbelül. Igen, ott a motorom oldalt. Ide föl kellett kanyarodni ebbe a hegyoldalba, picit be az erdőbe, itt vissza, és itt rendes olyan rajt volt, hogy fogták a motorodat, hogy fogtad hátul, berúgtad, elindultál, és aztán ment a verseny itt a különböző első nap rajtja, aztán a második napnak a rajtja. Állunk sorba, várjuk egymást. Ez sprint enduro volt igazából, vagy legalábbis akkor így hívták. Tehát nem külön-külön mindenkit 2 percenként engedtek el, és az egész össz időd számított. Hogy a 2 versenynap alatt az idő, kinek a kiteljesítette a legrövidebb idő alatt a 2 nap teljes tárgyal. Nem olyan, mint egy erzberodó, hogy egyszer elindulnak. Nem, egyesével indítás, persze hamar beérheted az elsőt. Az indulás az első nap a prológ alapján volt, második nap a helyezés alapján. A helyezés alapján.
És én egyébként ott a prologon, én B kategória, két kategória volt A és B csoport, igen. Én a B csoportban az a amatőr kategóriában indultam, egyébként mi visszafelé mentünk a prologpályán, a profik azok a másik irányba mentek. Én az első körömben olyat mentem, már megvan a videón, hogy a legjobb idők egyike lett a B közül, be is jutottam a döntőbe, mert volt egy ilyen döntő, mert volt egy kupa is egyébként a legjobb prologosnak. Be is jutottam oda a döntőbe, de... De jó, elment az áram. Nem bírt a... Mit nem bírt? Valami szerintem a Kata is, hogy valaki bekapcsolt valami. Ja, és az egész házba elmegy? Hát az a fázis nem megy most, amit ő maga tudja. Itt érkezek be. Itt volt az, ahol jövök le. Ez pont az, amit... Írtam ezt valamelyik képhez, ehhez a képhez, amit kiraktam, hogy elment a fék. Itt ezzel ja, egy olyan... Eleve egy olyan följáró volt az utolsó... egy órába, hogy én nem tudom hány percig, kettőt, néztem, jobbra fél áll egy cross motor forró vízzel. Akinek ott nem volt ventilátor, annak ott forrt a vizet. Félkelt állnia. Nekem volt ventilátor, ami valami, hogy szuszogott a hűtő, de éppen hogy fölment, és ottan egy olyan lefelé, hogy fölforrt a fékolaj. Beesett a pedál, nem is tudtam, miről van szó. Mondták, hogy az a négy vagy öt ember, aki előttem volt, mert itt körülbelül 5.-6.-nak értem be, mint ahogy az egész versenyen én a 6. lettem igazából. Szép eredmény. Baromi sok hátránnyal indultam, mert én betegen mentem el. Előtte az utolsó antibiotikumot itt szedtem, mert tudom, hogy ilyen legyőbült vagy, és igen. Gyakorlatilag két 20 forintos felületen lejött a bőr a hátsomról, mert ha ültem, akkor viszonylag jó volt, de nagyon fájt a hátsom. Fölálltam, akkor azonnal húzta a görcs, a combomat, a karomat. A végén azt tudtam, hogy ilyekkel vagy álljak már, nekem ez sok volt, ebből a betegségből kijövve főleg, de nagyon élveztem, és nagyon sok, ezen az egy igazi hard enduro versenyen, amin voltam is, egy csomó tapasztalat gyűlt össze, egy csomó dolgot lehet tanulni ilyen versenyeken, mindenkinek ajánlom, hogy menjen el. Ő volt a nyertes, ez a magyar srác, a Turicki Tibi, ő azért sokkal felkészültebb volt. A prologon tehát az első nap később rajtolt, mint én, szerintem mögöttem rajtolt vagy hárommal, de hát egy fél óra után így... Uff, így. Mint a legjobb, nagyon jól ment. Tehát ott azért volt az első hat között is különbség, nagyon jól ment a Tibi akkor, egy nagyon vadigúj KTM-mel, de hát föl volt készülve rá, tehát neki ez akkor egy komoly felkészülés után ment, de nagyon jól ment. Én meg válszorogtam, szerintem küzdöttem saját magammal. Ez időszak volt egyébként, ahol ilyen túrákat mentünk, itt éppen tizenvalahányan túrázunk itt valahol a rengetegbe, akkor még lehetett, vagy nem lehetett, de mertünk. Egyetlen kvados élményem, kaptam kölcsön egy kvadot. Ekkoriban az volt a történet nagyjából, hogy szombaton kegyetlen ivászat, és éppen valami klubba részegettünk le teljesen a motoros szimborákkal pont, ahol az egyik srácnak volt egy ilyen kvadja, és nekem akkor a motorom rossz volt, vagy nem volt. Aha. És mondta, ó, te félj, odaadom a quadot, holnap gyere azzal. Mondtam, jó, oké. Félj, reültem, mert a quadra ott másnap reggel hallott. Az tudod, hol már másnaposan, de akkor nagyon sokszor ilyen másnaposan mentem motoros, és én délután 3-ra vettem jól. Volt baj. És ez hogy ez az összes saras vizet az arcodba küldi, egy borzasztó. Rájöttem, hogy nem szeretek kvados. Nem vagyok egy nagy kvados, de azért télen hóba irigylem azokat, akiknek vadjuk van. Én nem tetszett, mert az összes pocsát, a motor az csak így nagyjából derékig nyomja, ez gyakorlatilag a hátadon folyik be a hideg sáros létleg, és ennél a típusú kvadnál. Ez egy gaz-gaz kvad volt, ez egy négy ütemű, ez egy négy ütemű, a négy ütemű gaz-gaz blokk volt benne, ami mint tudjuk hasonlít a egyébként ja, a Suzuki DR blokkra, DRZ blokkra. Tényleg. Vannak hasonló alkatrészek. Egyébként a verseny fantasztikus helyeken ment, eszméletlen hegyek, eszméletlen tájak. Nagyon imádtam. Soha nem esett le a gaz-gaznak a lánca. Második nap, első felületben ledobta magáról a láncot, hogy a mai napig nem akadt valami tudom. Nem akadt, de úgy sikerült neki csattognia, meg verődni, hogy leesett, szerencsére így visszatudtam itt pajszerkodni, és mehettem tovább, hogy megfelelő mennyiségű felszerelés volt a hátulmódon. Akartam mondani, ezért nem aprószod el a... Nem, legalább 10 kilós lett ez a hátizsák. Úgy voltam vele, hogy... Biztos, ami biztos. Így van, most ettől szarabul megyek ugyan, de ha bedobjuk a motoron, meg tudom szerelni, van nálam. Úgy kitom szedni a kereket, még azt hiszem defektet is tudtam volna akár javítani, tehát komoly
De ebben az időben nem volt még Tubris, meg Moose. Moose nem volt? Moose nem volt. Például a Tibi, aki ugye nyert, ő Moose-zal ment el hátul, hogy ezeket, kizárja ezeket a formákat. Legalábbis azt hiszem, hogy Moose-zal. Aha. De már volt, de nekem nem. Én rendes belsővel küldtem. Szóval eladtam ezt a motort a legrosszabb pillanatban, a válság 2008... Ilyen, az a... Az a, az a KTM. KTM. De biztos ezt is rosszul adtad el, van egy olyan tippem. Nem, ezt, hát, ja, ezt nem adtam el. Ezt nem adtam el nagyon sokáig, ezt most adtam el a, igen. az egyik motoros cimboránknak. Ennek a videóját láthattátok, hogy ezt a motorból kifelújtottuk. És őszinte leszek, szerintem amikor én ezen a versenyen megyek ezzel a motorral 2011-be, egy végén, ez azóta nem volt felújítva. Tehát itt az a settinggel ment, mert én ezt a motort mikor megvettem, nagyon hamar, eltört a vízpumpa tenger, beesett, tönkretett a kettes fogaskerékpárt, a kuplunkos alatt kis fogaskereket, csak rá kellett dobni egy ilyen 200 000-et, meg én, pedig a gazgaz nem rossz volt a nem, tehát egy egyetlen olyan nem zűr rá, igen. De ez valamiért ott eltört, igen. Egyébként akkor különböző az a kvados kép van ott, attól pár héttel elrébb, az előtt tört el, azért volt azért, azért ment el kvaddal, igen, hallottam is valami rossz hangot ott, hogy valami zireg zörög, de gondoltam, abba hagyta, gondolom leesett az erre a fémdarab, de addig tönkre, addig körbejárt a blokkot, de csak úgy érintőleg hallottam, itt tanultam meg, ha rossz hangot hallasz a motorblokkokból, egy kattanás, akkor azonnal. Tehát ami olyan kattanás, ami tudod, hogy ez nem egy ágrecsent, hanem anyád mi volt ez, de megszűnik, akkor is abba kanyag a motorozást, ezt mentette meg a DRM-et, kicsavarodott a tekercset tartó csavar, amit ott bent el tudott indulni, tudom, igen. És itt végül is elgörbült csak, és visz, ki kellett cserélni, és nem szakított szét mindent, mert azonnal leállítottam. Szóval a felújításnál ezt a gazgaszt látjátok, de sokat gyakoroltam már, aztán a végén már ebben kezdtem gyakorolni ilyen extrém enduros feladatokat, mert ezután nem sokkal indult Magyarországon az első extrém enduro kupa sorozat. Ami nekem nagyon megtetszett, mert gondoltam, hogy ez az én világom, nekem ez tetszett mindig a legjobban, akkor már volt internet, mert tudtuk, hogy mi ez a versenyfajta, és végre van Magyarországon, és akkor elindultam ezzel a gazgaszttal ezen a kupa sorozaton. Annyira gyerekcipőbe járt akkor ez az egész dolog, hogy igazából mindenki bugdácsolt nagyjából az első versenyen az akadályokon, ajkarendeken. Két-három ember nagyon jól ment, a jó crossosok, akik enduróba is megyegettek. Ezek az enduro crossosok inkább? Ezek jól mentek. Hát például a Grillmeier Gábor volt az egyik, aki gyakorlatilag az összes ilyen akadályt ugratt át. Már akkor is tudott nagyon jól extrém enduro. Nyilván voltak ott jó páromra kezdett, jól mentek, de mondjuk úgy képzeld el, hogy... De akkor azért ez még elmondta, hogy ez egy újdonság volt, az egész hard enduro, extrém enduro. Újdonság volt. Mondom, nagyon sokan beneveztek erre a versenyre úgy, hogy igazából még soha nem mentek ilyen pályán, meg soha nem mentek mondjuk át nagy farönklencét. Ezt akartam kérdezni. Ekkora farönk berakva, ami ott van nagy farönklenc, szerintem az volt berakva, amikor volt ott lent ajkán. Mivel a kínaival is ugratok ott rá, az a farönk is be volt rakva, és akkor ez nagyon újdonságnak tűnt. Nagyon komoly köves résznek, szétkarmolta a gazgasznak az alját. Éles, hegyes kövek, tehát nem volt túl barátságos a dolog. Arról szólt az egész, hogy egy kört azt is szépen tudtam menni. Technikáson, én egy nagyon technikáson mentem már akkor, tehát én szépen tudtam átmenni, egy körig utána. Ugye fáradtam? Utána nem volt kondi. A kettő akadály között, hogy jó, oké, pihenjünk, jó, kuplunk, izé, jó, pihenjünk. Tehát ilyen erről szólt. Csak volt túlélésre játszottam. Túlélésre játszottam, volt utána a Pilis Csémán verseny. Igen. Ott is én ott a profi kategóriába indultam. Úgy utólag tökre kár volt, mert mindig a profi kategóriának valahol a végén végeztem. Sokszor bekerültem Vigaszálon egyébként a döntőben, legalább ez volt az öröm, hogy nem egy, mert akkor különben kiesel. Egy futamot mentél, befizetted a pénzt, leutaztál, minden is mentél. És mentél 4 perc, 20 másodpercet, és vége volt aznapra a versenyre. Tehát volt ilyen is. Miért mindent a hobbistában? Nem tudom. Nagyképű voltam szerintem, hogy én majd itt teljesíteni fogok jól, de... De nem. Technikából tudtam, tehát én nagyon szépen mentem, a kondim az a békaseggel alatt volt, mert akkor már családos ember voltam, nem volt időm gyakorolni. Az a vicces, sokat. Hogy például a sportmotor, most én sokat emlegettem, van a GazGaz fórum. Igen. Abban még meg is vagy említve az egyik ilyen versenyért. Igen? Aha. Szépen mentem, mindenki től azt hallottam vissza, hogy ez egyik kvázi legszebben, tényleg szépen raktam már akkor a motort. Jó, nem egy körig, mert ki tudtam pihenni magam meg mindig az akadályt. Azt csináltam, hogy a két akadály között egyesbe csorogtam. Leültem,
vártam, kipihentem magam, és aztán, hogy át tudjak, egyáltalán essek el a következő akadásoron, és így tudtam menni, de borzasztó csiga tempóba. Igen, végig, de akkor egy csomóan csiga tempóban, akik most enduro, extreme enduroba versenyeznek, volt olyan, aki előttem ért be egyel, mert akkor még ő is csiga tempóba ment, mert még neki is új volt ez a sport. Persze. Csak én aztán utána nem készültem erre, nem edzettem rá úgy, tehát a versenyzést én itt ezzel a verseny évad dalabba is hagytam. Aha. Tehát itt elindultam mind a három versenyen, utolsó Bordányba, ott mentem a legrosszabbul, oda mindig be kell rúgni ezeket a motorokat, rájátszottam azt, hogy előtte versenyt berúgtam, beindul, addig rúgdostam, próbálgattam, megszittem, és akkor nem indult be. Ezt mindig eljátszottam, mindig szarul rajt voltam ezeken a berúgósokon, és akkor már mindenki önnyitóval ment egyébként szinte rajtam kívül, vagy éppen beindult a motor, mert nem volt egy tém, hogy agyon próbálgattam. De megint egy nagyon komoly, csak néhány versenyen volt, néhány futamot nyomtam le, de rettentő sok tapasztalatot szedtem össze a versenyeken, nagyon sokat lehet tanulni. Nagyon sok mindenből, meg itt azért erre komolyan gyakoroltunk rá, tehát itt jártunk edzeni, farokkőzni, autóroncson átmenni, átugratni a lukat, tehát erre komolyan edzés munkával készültünk, de még mindig edző nélkül. Nem volt hát edzünk. Meg kondi edzés nélkül, tehát. És igazából kondi edzés sem volt. Akadályokat begyakoroltátok, csak aztán, hogy azt mondjuk fél órán keresztül. Igen, de nem sokat. Tehát nem estünk tudásokban, nekem akkor már volt más dolgom az életben, gyerekek voltak, vagy minden. Én is akartam a versenyen se úgy menni, hogy valami bajom legyen, igen, nem is persze. Tehát itt ez az jól megúsztam. És akkor a gazga sztorinak ennyi volt, és itt jön a következő sztori, amit most már többen talán ismertek onnantól, hogy a jelen, ami azzal indult, hogy vettem egy ilyen motort. Jól mondtam, mi? Nem ezt akartam rá mondani, de... De nem szép. De nem szép, igen. Ez a Suzuki DR500. Valahol szép, de... Amit ez,